Borongva borult le az alkony. Kosztolányi Dezső hajnali részegség című verse volt a mottója a Rátkai Márton Közösségi Klub költészet napjához kötődő kerekasztal beszélgetésén. Linka Ágnes, a Magyar Rádió kulturális szerkesztője elmondta, a kultúrára mindenkor kell időt szakítani, különösen a versek olvasására és szavalására. Ehhez bármikor és bárhol találhatunk lehetőséget, így például az újbudai Rátkai Márton Közösségi Klubban. A rádiós műsor szerkesztője a Versszínház kultúrára gyakorolt hatásáról is beszélt. Továbbá arról, mennyire fontos lenne, hogy a most felnövő generáció is megismerhesse ezt a műfajt. A Versszínház ugyanis egyszerre ötvözi az irodalmat, a színházat, a zenét és a képzőművészetet. A mai napig vannak olyan művészetkedvelők, akik nem tettek le ezen szándékukról. Ehhez azonban megfelelő tanárokra van szükség, akik idejében megtanítják a diákokat arra, hogy élvezzék a műfajokban rejlő sokszínű szépséget.